Sziasztok! Most valami újat próbálunk az éttermezővel, és reméljük, hogy tetszeni fog. Itt van 7 dolog, amit nem tudtál a teleki családról. A grófszéki telekéket Erdély egyik leghíresebb magyar történelmi családjaként ismerjük, 1697 óta viselik a grófi rangot. Olyan nemesekről beszélünk, akik nagyanyáink, tédnagyanyáink szomszédságában éltek, Erdély szerte ugyanis több kastéllyal is rendelkeztek. A család neve azonban nem kizárólag a kastélyék miatt ismert, ugyanis számos egyéniség tevékenysége maradt meg az utókornak. Még ha csak egy töredékét is, de ismerjük meg együtt a nemesi családot, amely tagjai nem is olyan régen és nem is olyan távol éltek tevékenykedtek közöttünk. Lássuk a felsorolást! 1. Őségnek neve Garázda volt, ami valószínűleg a mai Bosznia területéről származott. A nemzetség több ágra szakadt és birtokok helyé alapján széki, zágorhidi vagy telegi előneveket viselték. A Békés megyei teleket 1408-ban szerezte meg a család, Zágorhidát meg Széket pedig 1414-ben. A nemzedékek során szerte ágazott a család, és néha oldalágai összeegyesültek, mint például amikor a széki birtokosi ág utolsó férfi tagja, Garázda János egyszülött lányát, Annát, Teleki Mihályhoz adta feleségül. Leszármazottaik a Garázda nevet elhagyták, és ettől kezdve széki teleki nevet használták. 2. A família oldalági leszármazottjai például a Szilágyiak is. Közülük a legismertebb Szilágyi Erzsébet, aki Mátyás király édesanyja volt. De kevesen tudják, hogy ehhez a családhoz tartozott a híres humanista költő János Pannonius is. 3. Bár rokonok nem voltak, de barátságban álltak Petőfi Sándorral is. Pontosabban Teleki Sándor, aki Nagykárolyban ismerkedett meg a költővel nem sokkal a forradalom kidörése előtt. Petőfi Kóton is többször megfordult, Teleki Sándor kastélyában. Ott töltötte például a mézes heteit is Szentre Júliában. 4. A család nő tagjai is hozzájárultak a nép fennmaradásához. Teleki Blanka grófnő szembeszállt a kor szellemével, és vagyonát feláldozva 1846-ban elindította Pesten az első magyar leánynevelő iskolát. Sajnos ez hónapokig üresen állt, aztán Deák Ferenc 8 éves unokája volt az első diák. Utána többen is csatlakoztak. A már 20 növendékkel rendelkező intézmény a 48-as forradalom mellé állt. Teleki Blanka maga olvasta fel a nemzeti dalt, de a lányok is megírhatták a saját 12 pontjukat. Emiatt kénytelenek voltak utána bezárni az iskolát, Teleki Blankát pedig 10 év börtönre ítélték. 5. Ha a telekiekről beszélünk, legtöbbünknek Teleki Sámuel neve ugrik be először. A híres Afrika utazó Ludwig von Hoennel, osztrák tengerész hadnaggyal 1887. februárjában indult Kenyába, és júniusban elértek a Kilimandzsáró tövéhez. Az afrikai utazás eredeti célja a vadászaton kívül maga a Kilimandzsáró meghódítása volt, ám csak a hóhatárig sikerült eljutniuk. De ettől függetlenül Teleki Afrikának olyan pontjain járt, amelyek előtte csak fehér foltként szerepeltek a térképen. Ő fedezte fel például a Turkana, Rudolf és a Csúvahír, Stefánia tavakat, és róla elnevezett vulkánt is. 6. A család természetesen büszkélkedhetett neves politikusokkal is. Teleki Géza volt országgyűlési képviselő, de a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának tagja is 1899-ben. Különös figyelmet fordított az árva gyerekek sorsára, amelyről képkönyvet is írt. 7. Míg egyes családtagokat jó tetteik ellenére is börtönbüntetésekkel gyaláztak, leszármazottjaik másféle alázásokat sárkeletének. Hanyatlásukat sok más erdélyi nemessel egyetemben az államosítás okozta, ugyanis tulajdonaik az állam kezébe kerültek. Mára a legtöbbük pedig máromossá vált. A tucatnyi kastély közül csak a gernyészegét sikerült visszaszerezni a családnak több év pereskedés után. A gernyészegi tulajdont a család 1949-ben veszítette el, amikor a kastély utolsó urát Teleki Mihály feleségével Tisza Erzsébettel és 4 gyerekével ének idején kirakoltak oda. Először egy marosvásárhelyi kis lakásba kerültek, majd a Görbe utca 52 szám alá kis pince lakásba kényszerítették őket. Teleki Mihályt ezután arra fogták be, hogy gyökhúst fuvarozzon a Jeddi Róka falra. 20 éven keresztül hordta az állati belsőségeket, délután 4-kor pedig, amikor a munkaideje lejárt, nyakkendőt kötött, hogy német és francia órákat tanítson marosvásárhelyi fiataloknak. A kastélynak, amelynek pompás szobáit lovakkal foglalták el a katonák, csak az udvarát láthatta néha napján. Az államosított épületben 1950-ben gyerekotthont és tüdőszanatóriumot létesítettek, így nem érte akkora kár, mint az erdélyi kastélyok többségét.
2006-ban szolgáltatták vissza a családnak, de a gyermek otthon csak 2011-ben költözött ki, és csak ezután vehették ténylegesen birtokba. A Teleki család tagjai tehát több korszakon át a magyar történelem kiemelkedő képviselői voltak, akik elősegítették az ország fejlődését vagyonukkal, költöttek könyvtárak alapítására, tájak felfedezésére, amely javakért mindmáig hálásak lehetünk. Leszármazottaik már a szétszóródtak a nagyvilágban, a nemesi rang értéke talán homályba veszett, de a múlt őrzi emlékeiket és tevékenységeiket. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornára és lájkoljatok egyet. Ha nem tetszett, írjátok meg a kommentbe. Ha bármi más szeretnétek mondani, ugyancsak oda. Szívesen várom titeket a blogunkon is, amit megtaláltok a leírásban.